Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Egy pár nappal ezelőtt mutattam egy nagyon rövid videót a közösségi oldalon, a Facebook oldalon, ahol ebben a szép őszi napsütéses időben elindultam, és egy diófa ágat szedtem. És aztán annyit mondtam csak, hogy meglepetés, hogy mire fogom használni. Na, ebben a videóban fény derül arra, hogy mi ez az izgalmas dolog, mi ez a meglepetés, amit most mutatok nektek. Örülök, hogy itt vagytok velem. A fürdőszobából jelentkezem, és nem másról fogunk beszélgetni most, nem másról fogom elmondani a saját tapasztalataimat, mint a fogmosásról. Azt tudjátok talán, hogy egy zero waste életmódban a fürdőszobának a kezelése, illetve a fürdőszobában használatos eszközöknek az átváltása alternatív megoldásokra, az nem egyszerű feladat. Kezdve a tisztítószerektől, a kozmetikumokkal át, egészen a szájápolási eszközökig, tulajdonképpen mindegyik egy-egy apró kihívás, kisebb-nagyobb nehézségekkel járhat. Minden esetre nálunk például a fogmosás az kimondottan egy problémás területe volt, amikor a zero waste életmód megfelelően szerettem volna átalakítani az életünknek ezt az apró részét is. Mivel ez a téma nem kicsi, ezért mindenképpen szeretném ezt a témát két részre osztani. Ebben az első videóban a fogmosásnak a fogkefe részéről fogok beszélni nektek, mesélni nektek. A második részben fog majd a fogkrém, illetve az annak az alternatív megoldásai szerepet játszani. Tehát a fogkefék. Ugye alapvetően, amikor fogkefére gondolunk, akkor az embereknek a többségében egy dolog jut az eszébe, egy hagyományos műanyag fogkefe. Mint például ez. Teljesen egyszerű, nincs jelentősége, hogy milyen márkája van, nincs jelentősége annak, hogy milyen a típusa, milyen a minősége, mennyi ideig tudod használni, az mondjuk talán egy kicsit befolyásolhatja és jobb irányba terelheti ezt az életmódot, hiszen hogyha tovább tudod használni egy jobb minőségű fogkefét, akkor kevesebb szer kell kidobnod. Na most a műanyag fogkefék teljesen mindegy, hogy milyen márkájúak, vagy milyen típusúak, egy közös bennük műanyagból vannak. A műanyag fogkefe pedig nem dobható a szelektív hulladékgyűjtőbe, sajnos csak a kommunális kukába dobható, onnan pedig ugye vagy az égetőbe, vagy pedig a hulladéklerakóba kerül. Tehát amikor egy háztartásban szeretnénk a zero waste életmódnak megfelelően átalakítani a fogmosási szokásainkat is, akkor ez az egyik első pont, hogy a fogkefére megoldást, alternatív megoldást találjunk, ami lehetőség szerint vagy műanyagmentes, de mindenképpen hulladékmentesebb megoldást jelent. Na most ugye nálunk még mindig vannak műanyag fogkefék, mert vannak a családomban olyan családtagok, akik több-kevesebb kedvel állnak át alternatív megoldásokra. Tehát ez az egyik verzió. Amikor 4 évvel ezelőtt elkezdtem ezt az életmódot, és ennek megfelelően elkezdtem átalakítani a háztartásunkat, akkor ugye ezzel a problémával elég gyorsan szembesültem, hogy a fogkefére megoldást kell találnom. Jött is a megoldás, nagyon egyszerű volt, legalábbis akkor azt gondoltam, hiszen külföldről, egész pontosabban Kínából megrendeltem egy nagy csomó fogkefét, amelynek bambusz volt a nyele. Ezek a fogkefék gyakorlatilag fillérekbe kerültek, egy nagy adagot tudtam egyszerre megrendelni belőle, és őszintén szólva jól működtek. Tehát a nyele bambusz, igaz a sörtéje műanyag, de még mindig kevesebb hulladékkal járt, gondoltam én, mint hogyha a hagyományos műanyag fogkefét használtam volna. Akkor azt gondoltam, hogy ez egy jó megoldás, és elégedett is voltam magával a fogkefével. Miután azok elkaptak, körülbelül egy bőfél év alatt, akkor ugyanattól a beszerzési forrástól megrendeltem a következő adagokat. Na most, hát a probléma akkor kezdett így szembeötleni velem, amikor megérkezett a második adag. Ugyanis hiába ugyanonnan rendeltem, ugyanolyan olcsón, ugyanolyan nagy mennyiséget, vagy viszonylag nagy mennyiséget, ezek a fogkefék teljesen mások voltak már, mint a korábbi rendelésem. Ennek annyira puha a sörtéje, hogy ez nekünk egyáltalán nem vált be. És aztán elkezdtem gondolkodni, hogy most akkor megérte ez. Kiadtam valamennyi pénzt,
Igaz, darabra lebontva a fogkefe ára nagyon olcsóra jött ki, de kiadtam olyan eszközre pénzt, amit aztán nem tudtam használni. Ezt a fogkefét gyakorlatilag sose használtuk, párszor kipróbáltuk, mert egyszerűen nem működik, nem vált be, annyira puha és vékony a sörtéje, hogy nem volt jó vele fogat mosni. Ahogy tovább gondoltam ezt az egész történetet, szembesültem azzal, hogy abból a szempontból sem volt jó választás, hogy ezek a fogkefék bár nagyon olcsóan, de nagyon-nagyon messziről érkeznek, tehát az a szállítással együtt járó károsanyag kibocsátás nagyon komoly mértékeket ölt. Ráadásul az sem derült ki számomra a beszerzési forrás oldaláról, hogy ennek a fogkafének az alapanyaga, a bambusz része, az mennyire fenntartható forrásból származik. Magyarul kizsákmányolnak-e ott élő embereket azért, hogy nekem olcsón bambusz fogkafém legyen, tönkreteszik-e az ottani élővilágot azért, hogy bambuszültetvényeket telepítsenek az én fogkafém kedvéért, vagy pedig egy fenntartható gazdálkodásból származik-e. Most ez nem derült ki, gyanítom, hogy nem annyira fenntartható gazdálkodásból származó fogkefékről van szó, ráadásul, hogyha még az is lenne, akkor is ott van még az a faktor, ami a szállítással együtt jár. Tehát, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor hiába olcsóak ezek a fogkefék, egyrészt lutri, hogy milyen minőséget kapunk, másrészt pedig ugye egy csomó olyan negatív tényező is szerepel, amit egy zero waste életmódban és egy igazán környezettudatos gondolkodásmódban nem feltétlenül elfogadható. És innentől kezdve akkor jött a probléma, hogy volt két olyan fogkefém, ami nem jó. Ami nem jó, mert nem fér bele abba a gondolkodásmódba, amit én képviselni szeretnék. Tehát ezeket egyszerűen csak kidobtam, mert nem volt jobb megoldás. És ott álltam fogkefe nélkül, hogy hogyan tovább, hogy mégiscsak kellene valami fogkefe megoldás, ami ebbe az életmódba illeszkedik. A neten keresgélve rábukkantam egy olyan fogkefére, ami európai tölgyfa nyelű, viszont sertéssörte a sörtéje. Ez nagyon klasszul hangzik, természetesen a vegánoknak ez nem megoldás, ez nem alternatíva, viszont nagyon klasszul hangzik az én szempontomból, mivel a fogkefe teljes egészében komposztálható természetes anyag. A probléma csak az volt, hogy amikor kipróbáltam, valahogy nem éreztem jól magam. Tehát hiába volt ott a tudatosság, hogy egy teljesen természetes anyaggal moshatok fogat, a sert és sörtét annak ellenére, hogy nem vagyok vegán, nem esett jól a számban tartani, úgyhogy ezt úgy elég gyorsan elvetettem, és nem próbálkoztam vele tovább. És keresgéltem tovább, még találtam egy olyan fogkefét, ami minőségre, illetve látványra és használatra nagyon emlékeztetett a legelső bambusz fogkefémhez. A különbség viszont annyi, hogy ez a fogkefe igaz bambuszból van, de Európában készül, és egy fenntartható gazdaságból származik az alapanyaga, tehát a bambusz ültetvény nem okoz környezeti károkat. Legalábbis nem úgy, nem olyan mértékben, mint a Kínából rendelt fogkefeim. Természetesen ennek is van azért problémája, hiszen a sörtéje az műanyagból van. Úgyhogy amikor ez komposztálásra kerül, vagy elhasználódik, akkor le kell törnöm a fogkefe fejét, és csak a nyelét tudom komposztálni, a fej része pedig a kommunális hulladékgyűjtőbe kell, hogy kerüljön. Ennek ellenére ez még mindig egy elég jó kompromisszumos megoldás, hiszen nem utazik olyan sokat, fenntartható gazdaságból származik az alapanyaga. Tehát ez nem egy rossz választás, inkább kompromisszumos megoldásnak nevezem, jelenleg egyenlőre ezt tartom a legjobb megoldásnak. Van egy olyan fogkefe, amit még nem próbáltam ki, de már itt van a kezemben. Szintén európai fogkefe, ilyen papírkarton vagy papírdobozban érkezett. Így néz ki. Tulajdonképpen látványra pont ugyanolyan, mint az előző bambusznyelű fogkefém, viszont elég komoly különbség van a kettő között. Mégpedig az, hogy ennek az anyaga nem bambusz, hanem tölgyfa. A tölgyfa azért jó, mert a tölgyfa európai. Innentől kezdve még csak betelepíteni sem kell egy
nem európai növényt azért, hogy nekem fogkefém legyen, tehát azt gondolom, hogy ez egy fokkal jobb. Na most ezek a fogkefék ugye mind valahol készülnek, gyártják őket, ugye a sörtejük az nem feltétlenül ideális megoldás, de tulajdonképpen létezik egy olyan alternatív megoldás, ami az igazán hardcore megoldást kereső embereknek való. Ezt pedig úgy hívják, hogy miszvak fogkefe. Ez a fogkefe, ez egy növény, egy faág gyakorlatilag, aminek a belseje rostosan szétnyílik. Az az igazság, hogy utána néztem ennek a fogkefének. Ez gyakorlatilag egy növénynek, egy cserjének az ága, ami rágcsálás, hogyha a kérgét lebontjuk, rágcsálással ilyen sörtésen szétnyílik maga a növény, maga ez a faág. Viszont ez a faág, ez megint csak nagyon sokat utazik, mert nem magyar, és még csak nem is európai. Nagyon sokat utazik azért, ráadásul többnyire műanyag csomagolásban, hogy valaki itt azt mondhassa magáról, hogy ő hardcore módon fogatmos, és semmilyen műanyagot nem használ. Cserébe viszont ugye ott van a mérleg másik oldala, ami a szállítással, a kitermeléssel, az utaztatással, a csomagolással együtt jár. Na most utána olvastam ennek az egésznek, és kiderült, hogy nem kell nagyon messzire menni. Elég, hogyha például, mint nálam, a szomszéd utcáig elsétálok, úgy, ahogy abban a kis bevezető meglepetés videóban is láttátok. Elsétálok a szomszéd utcába, ha nincsen nálam ilyen növény, és keresek egy mogyoróbokrot, vagy keresek egy diófát. Én diófát találtam, nálunk nincsen sajnos a kertünkben egyik sem, de a mogyorónak és a diófának olyan az ága, olyan a szerkezete, hogy az tökéletesen használható fogmosásra. Valóban, tehát gyakorlatilag ugyanúgy kell kezelni, mint ezt a miszvak fogkefét, de nem kell hozzá utazni, nem kell hozzá csomagolni. Tény, hogy kicsit furcsa maga a használat, tehát meg kell szokni ezt a rendszert. Őszintén szóval nem vagyok benne biztos, hogy nekem ez működne. Tehát most megmutatom, hogy kell használni, de igazság szerint nálunk ez majdnem biztos, hogy nem menne át a családban. Tehát gyakorlatilag, amikor én egy pár nappal ezelőtt átsételtem a szomszéd utcába, akkor ezt a faágat szedtem, ez a faág egy diófaág, le kell csak szedni a kérgét egy kicsit, itt látszik is nagyjából, és ez így szétnyílik, ahogy rácsáljuk, szétnyílik, és ezzel lehet fogatmosni. Most mit kaptunk? Kimentünk a természetbe, és a természettől kölcsönvettünk egy kis darab ágacskát, ami tökéletesen kiválthatja a műanyag fogkeféket. Ahhoz, hogy egy ilyet használj, ahhoz kell egy jó nagy adag elhivatottság. Én azt gondolom a magam részéről, hogy én nem vagyok még erre felkészülve. Amikor szükségem van rá, vagy olyan helyen vagyunk, akkor tudom, hogy milyen ágakat kell keresni ahhoz, ugye mogyorót vagy diót, ami tökéletesen használható fogkefe helyett. Erről szólt a mai videó. Örülök, hogy itt voltatok velem. Remélem, hogy tetszett. Remélem, hogy találtatok közte olyan alternatív megoldást, ami nektek is segíthet a műanyag fogkefék leváltásában. És hát nem sokára érkezem a következő videóval, ami viszont a fogkrémekről fog szólni, és így lesz teljes a kép, így lesz teljes az a kép, ami a fogmosás zero waste megoldásait mutatja be. Természetesen még biztos, hogy vannak olyan alternatív megoldások, amiket én nem próbáltam ki, ami nem jutott el hozzám. De ennek ellenére azt gondolom, hogy elég sok dolgot már kipróbáltam ahhoz, hogy egy viszonylagosan átfogó képet mutassak nektek. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm, hogyha továbbadjátok a hírt, és megmutatjátok másoknak is, hogy lehet kényelmesen, megterhelés nélkül, de nagyon környezettudatosan és hulladék nélkül élni. Sziasztok, nem sokára találkozunk!